Köszöntöm a TAVI Televízió nézőit, és köszöntöm a stúdióba Hosszú András képviselő urat. Köszönöm, Katika, köszöntöm a kedves nézőket is. Képviselő úr, egy titkot el kell, hogy mondjak neked, mielőtt várom a vendégeimet, mindig abból a választó körzetből megkeresek ismerősöket, vagy akár ismeretleneket, és megkérdezem, hogy abban a választó körzetben milyen problémák vannak. És bizony, veled egy kicsit nehéz helyzetben voltam, mert nem igazán említettek problémát ebbe a választókerületbe. Egy dolgot ígértem meg, hogy meg fogok kérdezni. Egy lakótól, lakó vetette fel nekem az óvodánál a parkolás helyzetét. Akkor kezdjük is mindjárt ezzel, ha már a problémákról beszélünk. Köszönöm a kérdést. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez nem az én körzetem. Azonban a probléma az ismeretes, hogy az új infrastruktúrák már gyakorlatilag a régire vannak szabva, hát rengeteg az új autó, tulajdonos és mindenki autóval közlekedik manapság már Marcéban, és ez a felfokozott forgalom, ez az infrastruktúrával nem egyenesen arányosan változott meg, tehát a régi útjaink azok amilyen szűkek, ezen persze próbálunk egy-két helyen változtatni, ha tudunk, viszont az óvoda és a bölcsőde, hogy ez egy olyan helyzet, mert van, ahol elég szűk, és vizsgáljuk a lehetőséget, hogy hogy tudnánk kicsit szűkíteni a járdát, és bővíteni gyakorlatilag az útfelületet. Van koncepció és elképzelés a fejünkben, ez műszaki megoldás szülne, vizsgáljuk már ennek a lehetőségét, türelmet kérünk a kedves lakótól, polgártól. Bízom benne, hogy nyáron bele tudunk állni ebbe a munkát. A polgármester úrral a fórumon egyeztettek, amit a Mixhat iskolában történt. Ő is ismeri a problémát, és bízom benne, hogy lesz előbb-utóbb erre is megoldás. És ha már fórum, és te is, mint városlakó, milyen problémákkal keresnek meg az emberek? Mik azok a problémák, amiket felvetettek akár a fórumon, akár a hétköznapokban? Ugye a fórumon az általános költségvetési tájékoztatón túl, ugye minden évben polgármester úr elmegy egy ilyen találkozóra, ahol fórumokat szervezünk, és a fórumokon derül ki a költségvetésnek a fő összege, a fedeztelési elképzelések, és gyakorlatilag amikor a testület elfogadja, tehát a pénzügyi bizottságra bekerül, és a testület elfogadja, azelőtt a lakók igényének megfelelően próbáljuk az adott fejlesztési sorokat megtölteni. Ugye ez úgy működik, hogy van egy keretösszeg, és ugye ezt töltjük fel tartalommal, tehát ami problémás út, árok, fa, kivágás, parkoló, útfelújításokat, ugye ezeket tesszük bele tervezett összeggel, és ez azt gondolom, hogy fontosan jól működik, hiszen épül-szépül és rendezett a város. Ugye most a Berzseny utcába kell belerakni. Most a Berzseny utca egyik része az a te körzeted még? A Berzsenyi utca egyik része az én körzetem, de nem ott történik az útfelújítás. Az én körzetem az az úgymond zöld erkélyes tömbnél kezdődik, ugye, és a Mixhat lakótelepnél ér véget a lakótelepes övezet. Amúgy az Ősz utca, a Szilvás városrész és a Csokonai és a Rózsa utca az én körzetem. Ha már Ősz utca és ez a rész, akkor a hegyi utakat meg kell, hogy említsük. Nem érkezett az idei évben olyan sok panasz a lakossági fórumokon, amelyeken én is részt vettem. Mi a helyzet a hegyi utakkal? Azt tudom erre mondani, hogy a 2 éves munkám, amit a számmal végeztem, az beért. Folyamatosan bombáztam a döntéshozókat azzal kapcsolatban, hogy a külterülő utaknak az állapota katasztrofális, hozzuk ezeket helyre. Alpolgármester úrral nagyon jó koncepciót sikerült kialakítani, és van erre egy nagyon jó megoldás, amit természetesen a város forrással támogatott. Ugye ezt nem lehet egyik pillanatra, másik pillanatra megoldani, hiszen eszközpark és ehhez megfelelő kezelő is szükséges, hogy a külterületi utakat megfelelően gréderezzük, feltöltsük törmelékkel, daráló eszköz és egy úthenger szükséges, ami gyakorlatilag ezeket a GAMESZ szervezet be is szerzett, költségvetési forrásból és némely pályázati pénzből megfelelő humán infrastruktúra adott a gépek kezelésére, és ahogy látjuk, hogy nagyon szépen ütemezetten haladnak a munkálatok a külterületi utakon. Vannak még olyan helyek, ahol problémák vannak, de én látok
hosszú és középtávon megoldást erre, hogy megfelelő eszközökkel most már saját infrastruktúrával el tudjuk látni a ehhez kapcsolódó feladatokat. És ugye körösség képviselő úr is volt már a vendégem, aki rengeteg fejlesztésről és pályázatról tudtunk beszélni a városközpontban. A te körzetedben fog valami történni, vagy most eléggé a városközpontban lokalizálódnak itt a fejlesztések? Ugye a városközpont mindig is egy aktív és nagy fókuszú hely a város életében. Szükséges, azt gondolom, hogy a régi és nem túl modern és innovatív városközpontunkat átalakítani. Van a Zöldváros program, amire megfelelő támogatást nyertünk. Megfelelő támogatást azt nem az összegben értem, hanem inkább az infrastruktúra kialakításában. Ide polgármester úrral történt egyeztetés követően kapcsolódnék én is egy ilyen okos város projekttel. A polgármester úr messze menőhely biztosított arra, hogy erre lenne lehetőség. Természetesen nem ebből a pályázati pénzből, hanem tovább gondolva. Itt egy ilyen wifi hálózat és okos kamera és parkolási lehetőség, ugye, mert ez is probléma, hogy az elején kezdtem a beszédemet, hogy a megnövekedett autóforgalom és az autótulajdonosok száma ugye indukál egy infrastruktúra fejlesztést, ami azt gondolom, hogy nem történhet meg, hiszen egy fix területről beszélünk, ahol az autók meg tudnak állni, és van egy elképzelés, amit polgármesternek már jeleztem, hogy ezt hogy lehetne megoldani. Partnerséget lát ebben, remélhetőleg, hogy a tárgyalásaim, amiket ezzel folytatok, azok zöld utat kapnak, és kitalálunk egy nagyon innovatív és EU-s megoldást arra, hogy lehetne városközpontban parkolni az itt ugye intézőknek és gyakorlatilag az itt dolgozóknak. Hiszen lehetőség rendkívül sok van, csak ugye ezt kell hasznosítani az igényeknek megfelelően. Erre van már pályázati forrás, vagy még most keresne az önkormányzat forrást? Pályázati forrás a kialakításra van, hiszen betettük a Zöldváros programba. Ennek az újragondolása, tehát nem az infrastruktúrának, hanem inkább a lehetőségnek az újragondolásában látnék fantáziát, és a polgármester úr ebben engem messze mindenkit támogat. Most nem akarok erről konkrétan beszélni, mert még nem tartunk abban a fázisban. Ötletelünk, de jó úton haladunk arra, hogy legyen rá megoldást, hogy legyen parkoló hely a városban olyan időszakban, amikor mindenki ügyet intéz, és az itt dolgozók és az itt lakóknak természetesen legyen meg a rendezett helye ahhoz, hogy be tudjanak állni azokra a területekre, amik nekik vannak biztosítva. És ha már ötletelés, akkor a képviselőséged alatt a Berzsenyi Park egy kicsit átalakult életet próbáltok belehozni, és épül, szerintem a GAMESZ is ebben nagy segítséget nyújt, hogy a parkainkat ápolja. Milyen ötletek vannak esetleg a Berzsenyi Parkban még? Igen, itt szeretném megköszönni Bernadettnek, Tony Bernadett GAMESZ vezetőnek a szép érzékét. Ugye egy női szem sokkal többet ki tud hozni egy területből, mint egy férfi, és ennek nem csak szép érzéke, végzettsége is van gyakorlatilag a feladatok ellátására. És amióta ő vezeti az intézményt, sokkal virágosabb és rendezettebb is tisztább a város, és ezen felül a park, amit az ebben említett, kedves Katalin. A tartommal való megtöltés az lenne a mi feladatunk, gyakorlatilag, hogy játszótereket alakítsunk ki, olyan alternatív időtöltési lehetőségeket, amik a szabadban végezhetőek. Erre nyitott a város, a testület is, és a forrást is folyamatosan biztosítunk erre. Ezen kívül ugye minden évben megrendezzük ezt a rendezvényünket a polgármester úrral közösen, hiszen a polgármester úr képviselői része ugye az enyémmel határos, és pont a parkon a határunkon, és minden évben rendezünk ott egy ilyen gyermekjátszó, foglalkozó időszakot, amiben azt tudom mondani, hogy mindennél több jelentkező van, és élvezünk gyakorlatilag a park adottságait. Hosszú távon ezt át kell gondolni, hogy milyen új lehetőségeket lehetne a parkban a játszó eszközökön kívül elhelyezni, és mindenképpen a közösségteremtés lenne a cél, hogy minél több fiatal, gyerekes anyuka ott találkozzon, beszélgessen és kicsit kapcsolódjon ki a napi rutin és a napi mindennapok forgatagából.
kisgyerekes családapaként, ugye a fiatal generációt képviseled az önkormányzatban és a testületben. Én úgy látom, javíts ki, ha tévedek, hogy elég sok fiatal és nagyon sok kisbaba van most a városban. Van egy korosztály, aki talán visszatér Marcaliba. Azt tudom erre mondani neked, hogy látok én is némely elmozdulást a holdpontról, és a Mozsonykutó Veronika képviselőtársam ennek egy motorja, hogy szervezzük újra, illetve szervezzük meg a fiatalok együtt gondolkodását és a fiatal anyukák találkozását, például a Rózsa Lugas rendezvénnyel. Sajnos ugye Marcaliban nincs már szülészet, illetve tehát nem tudunk kapcsolódni közvetlen oda információval az itt születendő gyermekekhez, mert erre már nincs lehetőség, viszont a Vera nagyon ügyesen gyűjti össze az itt született gyerekeknek a nevét és a szüleit, hogy összehívja őket egy ilyen közös találkozóra, hogy itt is erősítsék azt a tudatot, hogy ők Marcaliban kisgyermekes szülők, és ő rájuk számít a város hosszú távon, hiszen azt gondolom, hogy a városnak az érdeke a fiatalok visszacsábítása és megtartása, hogy élhető és folyamatosan legyen a korfánk megújítva. Ha már testületről beszéltünk, kérlek egy kicsit a nézőknek beszél a testületi munkádról, hiszen bizottsági elnök is vagy. Ez miből áll, mi a feladatod? A legtöbbet ülésező bizottság elnöke vagyok, a Pénzügyi és Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság. A bizottságnak a hatáskörbe tartozik minden közösszerzés értékhatártól függően annak az eldöntése. Ezért azt tudom mondani, hogy minden beruházás, ami jelentős és nagyobb összegű, az érinti a bizottsági tagok és a bizottságomnak a munkáját. Az előkészítésben nem veszünk részt, hiszen az apparátus minden nemű információval és szakmai és kifogástalan előteresztésekkel ellát minket. Ott kérdéseket tehetnek fel a bizottsági tagok, ami nem világos, de annyira jó előkészítettek a bizottsági ülés anyagai, hogy minimális kérdés szokott elhangozni. Polgármester úr szóba kiegészíti több esetben az előteresztést, hiszen azért ott sokkal személyesebb és sokkal több dolgról lehet beszélni, mint le van írva, és nagy többséggel egyhangulag fogadjuk el a beruházásokhoz kapcsolódó bizottsági döntéseket, és nagyon szívesen fogadunk minden ilyen előteresztést, ami a város építéséhez és szépüléséhez kapcsolódik. Azt idővel át kell majd esetleg gondolni, hogy szüksége van-e ilyen számosság bizottsági ülésre, hiszen az ott lévő bizottsági tagok és én is ugye ezt, hát hogy mondom, másodállásban látjuk el, ha valami tervezettebb és exaktabb ülési metodikát tudnánk bevezetni. Azonban a jelen legi pályázati rendszer és a feszített munkatempó ezt sajnos én úgy látom, hogy nem teszi lehetővé. Az apparátus mindent elkölt annak érdekében, hogy ezek ütemezetten és időszakonként legyenek benyújtva bizottsági ülésekre, azonban rendkívül sok a bizottsági ülés, rendkívül bizottsági ülések száma, ami azért leterheltséget jelent az aktívan dolgozó bizottsági tagoknak, amiért innen a tévéből is szeretnék köszönetet nyújtani és hálámat kifejezni, hogy a bizottsági ülések túlnyomó többségében, tehát 99% fölött érvényesek és eredményesek ebbe a feszített munkatempóban is. És ugye az idejében véget ér ez a ciklus. Milyen érzések voltak benned, mennyire volt nehéz az elmúlt pár év, és azért beszéljünk arról is, hogyha tudomásom szerint felkértek, hogy megméretteted-e magad újra. Igen, az elmúlt 4,5 év nagyon nehéz volt, az előbb elmondottak alapján is, hogy rendkívüli számú ülés vezettem le, és anyagot terjesztettünk be, és fogadtattunk el, és a pályához kapcsolódó, törvénymódosításokhoz kapcsolódó munkát elvégeztük.
Én örömmel vettem, hiszen szeretem a kihívásokat, és elég nagy munkabírású és terhelhető embernek tartom magamat. Örömmel vettem az ilyen megmértetést, és valóban felkértek a következő ciklusban, hogy képviselő legyek abban a választókörzetben, ahol lakom, és ahol 2014-ben is indultam. Reményeim szerint elégedettek velem a választóim. Mindig nyitott vagyok minden megkeresésre, kérésre, és hát próbálom továbbiakban is az ő igényeiknek, az ő elképzeléseiknek megfelelően koordinálni az ott lévő folyamatokat, és képviselni az ő érdekeiket, és a fejlesztési elképzeléseiket a testületbe, a bizottságba. Úgyhogy igen, indulnék 19-ben is, a polgármester úr, illetve a Marcoltunk Egyesület elnöksége felkért erre, én igent mondtam, és hát azt tudom mondani, hogy hajrá előre. Hát én köszönöm szépen, ehhez sok sikert és egészséget kívánok, és köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Köszönöm, Katalin, örömmel jöttem, viszontlátásra, kedves nézőnk. Nézőinek köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra.